Jó napot kívánok! Szervusztok, pajtások! Mondjátok, hova kerültem én? Nagymamátoknál vagyok! Jaj, de örülök, pajtások! Erre ki, erre be, erre kanyarodtam be, ide az ebédlőbe! Mit szóltok? Elrepüljünk innen messzire? Igen! Kis időre! Gyertek el velem Meseföldre! Jó? Jó! Csukjátok be a szemetet! Számoljunk el háromig! Egy, kettő, három! Csibú, csibá! Nyisd ki a szemed! Meg is érkeztünk ide, Meseország szélére, ahol bizony már leesett a fehér hó, beletakart a szépen a tájat. Hókastélyban jéglakás, ott lakik a Mikulás. Szél a szánja, mégse fázik, úgy repül egy messzi házi. Csengője a hópehely, szánkójának énekelj, mintha dallal ide húznád, és tedd ki az ablakodba a csizmád. Bizony, én is kitettem ám a csizmám, már alig várom, hogy érkezzen a Mikulás. De először az erdőbe fog érkezni, ide az erdei pajtásokhoz. Figyeljétek csak meg, és kérlek segítsetek, ha bajba kerülnek, jó? Kezdődjék a mese! Majd csak eljön hozzám a bagoly doktor bácsi, addig ezt forró teát iszom, és megoljak a fakéreg alá. Én aludni akarok!
De figyelj csak! Lehet, hogy lesz méz is! Brumadza, micsoda? Brum, brum, brum! Gyere már ki! Micsoda? Méz? Igen, gyere! Na, na, na! Méz! Úgy, de hideg van! Miért ébresztettél be? Nézd meg, milyen szép kis csizmát készítettem! És akkor? Ez nem is a tiéd, biztos elveszítette a Mikulás. Dehogy, dehogy! Hát én készítettem, hogyha erre jár a Mikulás, tegyen bele ajándékot. Nekem majd behozza a barlangba. Na, gyere csak ki! Nehogy már! Gyere! Menjünk el Sünihez, és várjuk együtt a Mikulást. Még mit nem fázok? No, gyere már! Lesz méz is, én úgy hallottam. Méz! Az nagyon jó! A gyere! Menjünk el, hamar! Jól van! Keressük meg Sünikét! Jaj, tudod mit? Van nekem egy orvosságos idegen, majd mindjárt hozom. Van benne nagyon finom zsája. Na! Hozd, hamar! Vigyük el a torkára, felébredjük, aztán majd együtt visszajövünk. Brumadza, jó, de jó! Hula hó, hi hó, csillingel a szangóba minden jó. Alma, cukor, sok dió, ide néz, kis fajtás, jön a jó Mikulás. Gyorsan, siessünk! Hamarosan majd hozzátok is odaérek, de tudjátok, még itt az erdőbe is sokan várnak rám. Na, le is teszem a zsákom. Hát ez meg micsoda? Tudjátok-e, gyerekek? Csizma! Ki ez a csizma? Lucié! No hát, biztos engem vártak, hogy tegyek vele valamit. Hát még jó, hogy erre jöttem, hoztam is neki. Finom sárga répát, ma majd ide beleteszem. Aztán tudjátok-e, hogy Mackóval mi van? Fölébred? Igen. Jaj, itt van az ő méze, is szépen ide leteszem. Na, aztán jaj, ki is van még itt az erdőbe? Jó, Sünike! Tényleg finom piros almát hoztam neki. Na, majd ide leteszem így inni. Jól van, most már mennem kell, gyerekek? Megkérhetlek titeket, hogy mondjátok el, hogy itt jártam, és ezt nekik hoztam. Jó? Jó. Köszönöm szépen, már megyek is tovább. Szervusztok! Jó. Jól van, Róka Dezső! Nem kell éhezned a télen! Na nézzük csak, mi van itt! A sushi, nem nagyon szeretem az almát, de jó lesz! Ó, a méz a kedvencem! És sárga répa, hát nem nagyon, de jó lesz! Vigyd el, vásolj a fogam, de az is édes tudom lenni! Na, nézzük csak! Nekem tették ide, ugye gyerekek? Nem! Ugyan már, miken beszéltek, mi jó nekem! Nem igaz! Dehogy is! Na, elők szépen, jaj, de sok minden van, hogy is fogjam meg! Megjön csak ide a kis csizma! Jól van, megyek is már! Mere is megyek! Aztán ne hogy szóljatok, hogy itt jártam! Nem illik árukodni! Ide mindenünk! Gyere hamar! Gyere, Mackó! Megértem Sünit, hogy nem akar velünk jönni, hiszen beteg, pihennie kell. Jól van, jövök már, Nuszikám. Na, nézzük meg, hogy hozott-e valamit a Mikulás. Mikulás hozott valamit, és elvitte a Róka. Hazafelé elvitte a Róka. Az igaz? Nem, biztos, hogy nem igaz. Biztos, hogy itt van valami hó alatt. A Róka elvitte, Róka elvitte. Ez igaz, gyerekek? Igen, elvitte a Róka. Brumbarta, nem érdekes vagyok. Na, de ez igaz.
Jaj, még jó, hogy itt voltak a gyerekek. Jaj, bizonyos, de így... Félek a rókától, ugyan ne félj tőle, míg engem látsz. Tudod, mi inkább, ha azt mondják a gyerekek, hogy a Mikulás is itt jár, akkor inkább hívjuk vissza, jó? Ha tőle hívhatjuk. Na, kiabáljunk együtt, gyerekek, ti is, jó? Jó. Gyere vissza, Mikulás! Majd tudod mit? Elmegyünk a rókajukhoz. És viszont ők elmén, én onnan kirázom a bőréből. Igaj, én nem merek. No, gyere csak itt adnom szépen. Nem kell félni semmitől, semmi kell jönni. Jól van, akkor majd én meg újba követlek. No, gyere csak, Lucikám. Azt a minden itt teki. Ezt nem tűrhetem. Jaj, de házom, újra félek. Mit halló, gyerekek? Vissza kellett jönnöm, ugye? Mondjátok! Ti ki a hálmatok? Sünyé, Lucié, meg a mackóé. Úgy van. Nem vesszük el ám a minemat. Tiéd, ugye? Nem. A másik az ám, honnan, nehogy, az soha. Na azért mondom. Jaj, kedves Nikolás bácsi, nekem nem lehetne valami ajándékot? Hát ha jó leszel, jövőre neked finom vésőt hozok, jó? Jaj, köszönöm szépen. Jól van, én már megyek is, sok a dolgom. Jaj. Na, még jó, hogy itt voltatok, gyerekek. Nekem tovább kell mennem, hogy beérjek a faluba, városba. Vigyázzatok az ajándékokra, jó? Jó. Na, szervusztok! Mikulás, kedves Mikulás! Gyere már, minden nyuszi vár. Mikulás, kedves Mikulás, gyere már, minden mackó vár. Jól, nem találtuk róka gombát. Brum, bizony, szomorúnak ez a mai. Hát ez nem micsoda? A róka visszahozta. Na, jaj, de jó! Nagyszerű! És hogy sikerült neki visszahozni? Hát úgy, hogy a Mikulás is itt volt, és mondta neki, hogy tegyen le. Jaj, de jó, a Mikulás, nem hiába kiabáltunk neki. Jaj, nagyszerű! Na, nézzük csak! Jaj, mi lesz az enyém? Na, mit gondolsz, Macskó? Melyik a tiéd? Jaj, gyerekek, segítsenek! Viszem gyorsan a barlangba. De gyere vissza, gyere ám! Meg ne feledkezzünk meg Sünyiről sem. Hát is akkor neki mi jár? Itt egy szép piros alma. Ezt vidd el, kérlek. Jól van, elviszem, utána pedig egy nagyot alszom. Én pedig marékát. Jaj, de jó a Mikulás. Van öröm,
Egy tisztaszomorítva! Na, ha gyerekek, várjátok ti is nagy szeretettel a Mikulást! Bizony, én úgy hallottam, hogy hamarosan megérkezik hozzátok. Szervusztok! Szervusztok, pajtások! Gyorsan, gyorsan! Menjünk hamar, macikám! Mikulás, Mikulás, kedves Mikulás! Gyere már, minden gyerek vár! Most itt sokkal csokoládi, jó, de jó! De a minden jó gyereknek nem való! Mikulás, Mikulás, kedves Mikulás! Gyere már, minden gyerek vár! Eddig tartott a mese, köszönjük a figyelmetek! Bizony, Jancsi bohóc, azaz én is most már nagyon izgatott, mert úgy hallottam, hogy itt járt a Mikulás, és én még képzeljétek, az előbb láttam is. Úgy suhant el, és, jaj, mivel ilyen jó voltatok, úgy tudom, hogy rátok is gondolt, és küldött valamit nektek. Már is megláthatjátok. Köszönjük a figyelmet! Szervusztok, gyerekek! Köszönjük! Hát ez nagyon szép volt az a mese, ugye? Igen. Ki küldte hozzánk ezt a mesét? A Mikulás. És ki szólt a Mikulásnak, hogy jöjjön ide a mese, szerintetek? Szerintem biztos a mama volt, nem? Nem, a télanyó. A télanyó. Meg a télapónak. Szerintem azért a mama meg az István egy jó nagy ölelést érdemel, ugye? Igen. Puszival, ölelése, ki lesz az első? De várjuk meg, hogy mi, hát ha még hozza valamit a Mikulás. Szerintem gyerekek is jöhetek hozzátok? Igen. Jól van, jaj, gyere segíts egy kicsit, no, nagyon sok minden van itt, jaj, alig bírom már cipelni. Jaj, hát ki lesz a legbátrabb, aki ide mer jönni hozzám? Menjetek csak oda, gyorsan.